reggeli füstjelek. Szeretettel köszöntelek titeket a mai Madarasi Csergős reggelen is. Ma olyan dolgokról fogunk beszélgetni, amik látszólag ideig óráig való örömet okoznak, de utána valami furcsa érzés támad a szívünkben. Hagy hozzak konkrét példát, például elmegyünk egy nyaralásra, veszünk magunknak egy drága órát, vagy telefont, vagy esetleg egy autót, és utána van bennünk egy érzés, nem? Sokszor elfog egy ilyen ürességérzés, hogyha elmegyünk egy moziba, milyen jó volt ez a film, megnézzünk egy filmet, vagy de gondolhatunk bármire, egy összejövetelre, és hogy milyen jó volt, és utána elfog minket egy ürességérzés. De feltehetjük azt a kérdést, hogy miért van ez a mi szívünkben, ez az ürességérzés. Szeretnék a Bibliából megosztani veletek egy történetet Prédikátor könyvéből, a második fejezetből. Volt egy nagy király, Salamonnak hívták, és róla is olvashatunk hasonló dolgokat. De a második fejezetből csak kivonatosan fogom olvasni az igéket. Azt írja az ige, hogy felette nagy dolgokat cselekedtem. Építettem magamnak házakat, ültettem magamnak szőlőket, csináltam magamnak kerteket, gyümölcstermő fákat, csináltam magamnak víztartó tavakat, szereztem szolgákat és szolgálókat, gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, és nagyjá lettem és megnevekedtem. Valamit kívánnak az én szemeim, meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vigasságtól. Tehát láthatjuk, hogy Salamon is az a nagy király, akinek nagyon gazdag és bölcs királynak tartották és mondták, hogy ő is kipróbál sok mindent, volt lova, talán ezt a mai környezetünkben autókkal helyettesíthetnénk be, nem? Őt a ló volt az, amivel lehetett közlekedni, és annyi lovat szerzett, de nem csak lovakról volt szó, házakat épített, nagy palotákat csinált magának, kertjei voltak, víztározói, amiből locsolni tudta a gyümölcsfajt, a szőlőit, de láthatjuk, hogy nem volt ez a nagy boldogság, amit várni lehetett. Nyilván voltak örömök, apró örömök, de ezek ideig óráig valóak voltak. Gyűjtött ezüstöt és aranyat is, és nagyjá nevekedett. És majd meglátjuk a konklúziót a végén, itt a 12. versben. Azt írja, hogy tekintettem minden dolgaimra, melyeket cselekedtem az én kezeim által, és az én munkámra, amit fáradtságból végeztem. És az mind hiába valóság, a léleknek gyötrelme. Azt mondja Salamon, hogy mind hiába valóság volt számára, a léleknek a gyötrelme. És nincsen annak semmi haszna a nap alatt. Talán mi is jártunk már hasonló cipőben, nem? Hogy csináltunk olyan dolgokat, ami látszólag örömmel jár, de utána egy üresség volt a szívünkben. És miért is várunk nagy csodákat ettől, amikor ezek mulandó és a világból való dolgok is. És nekünk a romolhatatlanra kell tekinteni, arra, hogy kincseket gyűjtsünk magunknak a mennyben. Tehát, hogy fejlesszük a jellemünket, és hogy ezáltal alkalmassá váljunk az Istennel való közösségre, az örök életre, mert amik itt vannak a Földön, azok láthatóak. Egy romlandó világból származók, és noha adhatnak örömöt, és nyilván vannak jó dolgok is, persze, természetesen, csak ne ezekre tekintsünk végső soron, hanem a romolhatatlanra, az örök öröm forrására, a boldogságra, mert ezt az űrt senki más nem tudja betölteni az életünkben, csak Isten. Paszkálnak van egy ilyen mondása is, hogy minden emberben van egy űr, amit senki más nem tud betölteni, csak az Isten. Hát én ezt kívánom, hogy fogadjuk meg ezeket a bölcs gondolatokat, amit Prédikátor könyvében is lejegyez számunkra az ige. És talán még egy igét szeretnék a mai napindítóként megosztani veletek. Ezt Máté evangéliumából olvasom, a 6. fejezet 33. versét, azt írja itt az ige, hogy hanem keressétek először az Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tehát az igazi öröm, az igazi boldogság akkor jön az ember életébe, amikor az Isten országát teszi az első helyre az életében. Én ezt kívánom, hogy tapasztaljuk meg, hogy milyenek azok a belülről fakadó, tartós, hosszantartó örömök, és kívánom, hogy egyre több ürességtől, egyre több jelentéktelen dolgoktól tudjunk megszabadulni, és hogy ezt az örömet másokkal is meg tudjuk osztani. Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek csodás szép reggelt. Sziasztok!